Négyen, egy család tagjai haltak meg ebben a paksi házban szénmonoxid mérgezés miatt. A tragédia 2010-ben történt, azóta Tolna megyében a mérgezőgáz nem követelt halálos áldozatokat. Mérgezések viszont minden évben voltak. Ezt a gázkonvektort már ellenőrizték, biztonságosan használható a fűtési szezonban. Üres volt ennek a szekszárdi óvodának az udvara, és az épületben sem volt senki tavaly novemberben, pedig egy átlagos hétköznapon készültek a képek. Az intézményt ki kellett üríteni, mert meghibásodott a gázüzemi fűtőberendezés. Pillanatok alatt telt meg a levegő a gyilkos gázzal, viszont senki nem sérült meg, mert az óvónők időben kikísérték mind a 29 gyereket az épületből. A szakember szerint a hasonló esetek elkerülése miatt érdemes a gáz és a vegyes tüzelésű berendezéseket is évente ellenőriztetni. Fontos tudni azt, hogy társasházba a kéményseprő előzetes értesítést követően megy ki. Családi házakba viszont nem megy automatikusan, hanem abban az időpontban, amikor a tulajdonosnak ez megfelelő, és időpontot egyeztetni lehet online, illetve telefonos úton, vagy akár személyesen is itt a Mikes utcai ellátási csoportnál. Nem csak a fűtőberendezések műszaki felülvizsgálatának elmulasztása okozhat közvetlen életveszélyt, a nem megfelelő kivitelezés például a szellőzés hiánya miatt is minden évben történnek szénmonoxid mérgezések. Biztonságunkat egy jó minőségű szénmonoxid érzékelő is szavatolhatja. Mind a jó minőségű, mind a nem megfelelő minőségű szénmonoxid érzékelők listája megtalálható egyébként a katasztrófavédelem honlapján. A szénmonoxid mérőket pedig fontos néhány évente lecserélni, mert a bennük levő vegyi anyag csak előre meghatározott ideig garantálja a biztonságos működést.